Sziasztok! Hello, hello, pókháló! Még 9 óra sincs, márhogy este 9 sincs, mégis ilyen nagy a csönd. 2020. április 13. húsvét utolsó hétfője, márhogy húsvét hétfő estéje, és most tényleg nagy a csend. De holnap csak a sima kijárási korlátozás van. Én nem tudom, elbontják vajon a játszótér kordonokat, vagy azzal mi lesz. Meg kinyitják az esedai strandnak a parkolóját. De nem fölösleges, jó az úgy, ahogy van. De majd meglátjuk. Holnap ráadásul jön a hideg, vagyis hát most éjszaka, már érezni a szelet. A mai 50 km-es edzés miatt is elkezdődtek görcsök rendesen. Úgyhogy kálcium, magnézium, cink, aztán gyerünk egy 40 perces gyors séta. Ez egyrészt zsírt éget, másrészt egy kicsit átmozgat és nem görcsöl a combom. Közben tudok nektek videót feltenni, hogy mi a helyzet itt Kaposváron. Mennyien vagytok kint, mennyien nem. Szerencsére nem sokan, imádok ilyenkor menni, amikor nincs itt senki. Na, száraz köhögés, hallottátok? Ez így megy. Na, ott valaki jön, világ vége. De ő is szerintem csak valami frissen tartó zsákos pizza futár volt. De ilyenkor, ha már nem edzel otthon, akkor egyél sok pizzát, hogy jó meghízzál. Minden üres. Ez csak vicc volt, ne egyél pizzát, mert nem tudsz annyit mozogni, hogy lemozog. De egy pizza az 2000 kilokalória, ami azért elég rendes teljesítmény. Hát igazából ez az 50 kilométeres kerékpáros edzés. Egy 2 óra keményen, azt úgy fedezi. Azután kéne ilyet ennem, de hát én akkor szélszem, nem tudom miért. Mint a következő részt, ezt megint ki kell vágni, mert az vak sötét. Ez a Margit templom csomópont, ugye? Ez egy forgalmasabb csomópont, de a legforgalmasabb ott jön utána, ahol a piros lámpa van a távolban. Sötét rész jön! Igazából, amit nem tudok, hogy miért nem változtattak ezen a vásárlási rendszeren, hogy 9 és dél között csak a 65 pluszok. Ugye ezt a másik videóban is elmondtam, hogy a 65 pluszok, én nekem ezzel mentek az idegeimre gyerekkoromba, hogy ők mindig 5-kor kelnek, vagy 4-kor, mert 5-kor már el kell menni megetetni a tyúkokat meg a boltba, és 7-kor meg már vissza voltak érkezve, meg volt, el volt készítve az egész ebéd, meg minden. 9-kor meg már robbantottak föl engem az ágyból, hogy már az ebéd is kész, már kihűlt. Fú, ezek az emlékek. Szóval nem értem, hogy ők miért nem mondjuk 6-tól 9-ig mennek, úgyis akkor szeretnek kelni. Mert így azért, hogyha véletlenül nem kelsz föl 7-kor, annak ellenére, hogy mondjuk este 10-kor még dolgoztál, aztán elbuszoztál haza éjfélre, és nem kezd fel mondjuk 5-kor, hogy begyere a busszal, hogy még 9-ig vásárolj, akkor elég necces, hogy délután vásárol haza, délután meg dolgozol, ugye? Akkor meg ma azért nem tudsz. Szóval ez így necces. Nagyon kilövi az egész délelőttet, de akkor is, hogyha nem dolgozol, ugye? Na, füredi csomópont. Pár autó. 18 fok van. Itt a kiírás szerint, de tényleg. Na és jön a legsötétebb rész, úgyhogy én el is köszönök. Ennyi Kaposvár a kijárási korlátozás alatt. Egyébként az az idő, 20:55. És iratkozzatok fel. Csumi!